Budapestről jelentkezek be, de először is feltennék egy pár kérdést önöknek. Hallottak-e már olyanról, hogy november 30-án bizonyítványt osztanak egy gimnáziumban? Vagy olyanról, hogy egy gimnáziumot lakoltat ki egy népnyúzó végrehajtó? Hát ugye az utóbbiban már lehet mindenkinek derengeni fog az a szeptemberi történet, amikor vérlázító módon tanítási időben egy végrehajtó a Qualitas gimnáziumot itt Budapesten kilakoltatta, ezzel egyébként valószínűleg a diákokban elég nagy riadalmat kelthetett, ugye a megjelent karhatalommal együtt, de most pedig az a kálváriájuk még mindig nem ért véget, mert a itt tanuló diákok kerestek meg minket, hogy segítsünk a kialakult helyzetükön, mert nem elég az, hogy szeptemberben egy kilakoltatást kellett elszenvedniük, és új ingatlant kellett keresniük, hogy folytathassák tanulmányaikat. Most november vége felé pedig azzal szembesítették őket, hogy december 1-ével az iskola engedélye megszűnik, és ezáltal a tanköteles diákoknak nem lesz december 1-től jogviszonya, tanulói jogviszonya, mert ugye a tankötelességből fakadóan nem kötelességük ugye iskolába járni, és felajánlani sem lehetőséget. Ez a vérlázító eset pedig aggodalomra adott okot, és ezért látogattunk el ide a Qualitas gimnáziumba, amit mögöttem található. Ez az új tanulmányi épületük, úgymond, hogy megkérdezzük őket, hogy mit is szeretnének, meg hogyan is telik az utolsó napjuk a gimnáziumban, bár a álláspontom az, hogy nem lehetne hagyni azt, hogy évközben, tényleg november 30-án bizonyítványt osszanak diákoknak, akik előtt ott áll még az élet, és tényleg ilyen traumáknak kitenni fiatalkorú gyerekeket, és pont ezért most bemegyünk, és megkérdeztük őket, hogy pontosan hogy is látják és érzik ezt a felháborító esetet. Előbb ugye lezárult ez az online értekezlet a kialakult havazás miatt, egy nem sajtótájékoztatót tartott az iskolaigazgató, hanem telefonon keresztül tartott értekezletet. Ennek már vége lett, és akkor most megkérdeznénk egy pár diákot, hogy pontosan hogy érték meg ezt az elmúlt időszakot, mik a terveik, és mi a véleményük az iskoláról, és mit szeretnének pontosan. Ugye ez az iskola lett kilakoltatva még az ősszel. Igen. Magyarországon. Gondolom, akkor te is itt voltál. Igen, azon. Pont itt voltam. És az hogy ért benneteket? Hát elsőként soknak. Először én azt hittem, hogy esetleg poén, vagy valakit esetleg el akarnak vinni valamilyen oknál fogra, és teljesen nem számítottam arra, ja, hogy kilakoltatnak. Gondolom, sok rendőr is megjelent a helyszínen. Igen, és ez volt a legijesztőbb benne, mert nem tudtuk, hogy mi vár ránk, így még ijesztőbb lett a helyzet nekünk. Meg tényleg nagyon sok esemény is, ezt nem tudták sokan kezelni. Igen, kezelni sajnos, sokan megijedtek. Hát gondolom, hogy plusz stresszt jelentett. Igen. Ugye azt tudni való, hogy te is esenis tanuló. Igen, is vagy, esenis. És ugye ebben a gimnáziumban jársz már hány éve fontosan? Most lesz 3, mert ugye én most vagyok 10-es, és ugye nálunk van 0-dik is. És hogy élted meg ezt? Ugye a mai nap az utolsó tanítási napotok, úgymond, és innentől kezdve hova tovább? Hát a tanárok próbálnak intézni egy másik iskolát, ahol esetleg bevennék az egész osztályt, hogy így is megmaradjunk, mint közösség, ne érjen minket akkor a még nagyobb sok, hogy külön válunk, beilleszkedni, meg ilyenek, de az is nehéz lesz. Szüleitek mit szólnak a kialakult helyzethez? Hát az én szülőm az nagyon megijedt elsőnek. Nem tudtuk hirtelen, hogy mit csináljunk, mert nekem van egy testvérem is, és így anyukámnak két gyereket kell elhelyeznie, és ő 11-es, úgyhogy még az sincs, hogy egy osztályba kerülnénk, és úgy. Ja, mind a ketten ide jártok akkor. Igen, mind a ketten ide járunk. Akkor egy nehéz helyzet állt megint elő. Igen. Egy újabb tanulót kérdeznénk meg a kialakult helyzetről, hogy neki mi a véleménye, amiket élt át itt a utolsó napon. Ő Bogi lenne. Bogi, te mióta jársz ide? Mert úgy tudom, hogy elég friss tanulója vagy. Igen, itt a iskolának. Szeptemberben kezdted.
kezdtem ezzel a nagy botránnyal. Majd a kilakoltatással, akkor te is itt voltál. Igen. Ott a végrehajtó rendőrök, mindenki megjelent, ugye? Óra közben bejöttek. Ja, be is jöttek a terembe. Igen. Az iskola terembe. És akkor mindenkit ugye kiküldtek az udvarra, ha jól igen, tudom. Igen, beszélgettük, vagy hallgattuk végig, hogy igazából akkor most menjünk is haza, ugye, akik nagykorúak. Igen. Az úgy, hogy élted meg a magát a kilakoltatás, hogy már mondták a többiek, hogy megijedtek nyilván, mert nem váratlanul értiteket ez a... Megijedtünk, hogy most akkor hogy lesz tovább, meg így végzősként így elég kaotikus volt a helyzet, hogy nem tudtuk, hogy most akkor egyáltalán lesz hova menni, vagy nem lesz hova menni. Aztán kaptunk még egy esélyt, hogy akkor itt legalább tudjuk folytatni, és aztán... Majd ebbe az épületbe, mert úgy tudom, hogy ez bérelve van az alapítvány által. És... Hát ide kerültünk, sikerült beköltözni, sokan segítettek berakni a cuccokat, és utána meg jött ez az új hír, hogy eznek is vége. Ugye ma van az utolsó tanítási napotok, ezt hogy éled meg? Te mit szeretnél úgy őszintén? Ugye elég friss tanuló vagy, de gondolom ragaszkodnál, hát hogyha már ide jöttél. A tanárokat, úgyhogy örültem neki, hogy milyen jó közösség van itt, és nagyon bánom, hogy ez most így alakult, és most nem tudjuk, hogy mi lesz tovább. Holnap te hova fogsz menni? Nem tudjuk. Nem tudjátok. De ez tragédia? Hát, nagyon. De sírjál. Most pedig Skye-jal fogunk beszélgetni a kialakult helyzetről itt a gimnáziumban. Mióta vagy a tanulója ennek a gimnáziumnak? Most már több mint egy éve. Ide tényleg szerettem bejárni, és ilyen családias hangulat alakult itt ki. Hát gondolom, hogyha ugye a kilakoltatás, az őszi kilakoltatás után még mindig itt vagy, az utolsó, úgymond napon, reméljük nem az utolsón, akkor itt tényleg szeretted ezt az iskoládat. A kilakoltatás napján te is jelen voltál? Igen, végignéztem az egészet, és ijesztő volt eléggé. Váratlanul ért, gondolom, mindenkit. Igen. Az osztályterménkben voltunk, és az egyik osztálytársam jött be, hogy rendőrök állnak a kapuban. Zártunk. A végrehajtó úriember közölte velünk, hogy hát ide már nem jöhetünk vissza. Hány rendőr volt egyébként kint? Ha jól emlékszem, 2 vagy 3. Tehát egy gimnáziumhoz, ahol eléggé feltételezhetetlen az, hogy bármilyen ellenállásba kerülnének, eléggé abnormális. Hát az az egész nap, meg ez az egész eljárás igen. is szerintem felháborító volt, főleg annak tudatában, hogy még a végrehajtási törvény is lehetőséget ad arra, hogy nem délelőtt, meg délután, kora délután, igen. mondjuk iskolai este időben. Este 8-ig bezárólag jöhettek, jöhettek volna, ugye estig, és mégis ez úgy írták ki, hogy... Ez inkább ilyen volt szerintem, vagyis a részemről. Te így érezted. Igen. Mondják sokan, hogy a remény hal meg utoljára, de most már lassan sokunkban az is meghalt. És merre szeretnél iskola, vagy is gimnázium után menni? Esetleg vannak-e valamilyen terveid? Hát az elsődleges tervem az külföldre menni. Valamilyen egyetembe, de még nem találtam ki szakirányt, hogy milyen irányba szeretnék elmenni. Az biztos, hogy nem itthon szeretném folytatni. Miért döntöttél így egyébként? Hát, főleg most a tanárokkal elleni hadjáratának a kormánynak után, hogy ennyire nem becsülik meg a tanárokat, akik igazából azért felelősek, hogy a következő generációját kineveljék az országnak. Emellett pedig hát maga az egész oktatási rendszer úgy, ahogy van egy rom halmaz. Szerintem a legnagyobb lehetőség az az, hogy a éppen felnövekvő generáció, ahogy te is látod a hibákat, azokon itthon megpróbál javítani, és akár te is, hogyha itthon, vagy a kint megszerzett tanulmányaidat itthon tudnád, ugye a jövőben igen, felhasználni, az már nagyon sokat az segítene. Az nem lehetetlen, hogy utána visszajönnék, mert sokat gondolkozom a tanári pályán is. Mivel ezután is? Igen, főleg ezután, mert szeretném azt, hogy az a következő generáció, mint például az öcsém, azok olyan tanárok között, nem olyan tanárok között kell tanulni, akik már belefásultak a munkájukba, és nem érdekli őket a gyerekeknek a jövője, csak az, hogy lemenjen az óra, mert sokaknál ezt látom. Szerencsére nem itt, de más helyeken visszajelzések alapján gondolom. A barátaimtól, az ismerőseimtől, és én ezt szeretném átadni a következő generációnak, és pont ezért főleg a tanárok elleni hadjáratán szeretnék még inkább tanár lenni a jövőben. Hát ez egy nagyon jó célkitűzés, hogy sok sikert kívánok neked ehhez. Ez mindenképp becsületre méltó, meg tényleg tartsák ki emellett. Köszönöm szépen. Tehát itt tanítok. Ha
egy régi diákommal találkozom, nem Randát a körút túlsó oldalára az autók között, hanem előre köszön. Azért ez jelent valamit, igen. Ilyen, mi lesz a 16 éven feliekkel, mi lesz az esenisekkel, nekik a legnehezebb a helyzetük, ugye? De ugyanakkor fel van robbantva egy közösség. Hány fő tanul itt? Itt 260. 260. És most képzeljék el, ez egy borzasztó lelkileg, nem csak a tanároknak, a diákoknak. Volt, aki sírt, és ott voltam, és nem tudta, hogy mit lehet ilyen helyzetbe csinálni. Nagyon hamar találtunk helyet. Megkezdődik az oktatás. Mindenki megnyugszik. Ugye? Hát mi baj lehetne még? Áthurcolkodunk. Megint jön egyszer csak beüt a villám, még egyszer. Ugyanez. És megint látok síró diákokat, elcsukló hangú igazgató helyettest, aki ugye ezért majdnem sír. Én is mondok valamit, majdnem sírok. Mi lesz a diákokkal, az egy... Ők se tudják. Nem lehet tudni. Úgy néz ki, hogy lassan vége az itt a Qualitas gimnáziumban tanulóknak a utolsó napja, amit ugye már reggeltől végigkövettünk itt az eseményeket. A sajtótájékoztatón keresztül ugye a diákokkal, több diákkal is beszéltünk, intézmény alapítvány vezetővel, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szomorú az, hogy ma Magyarországon ilyen előfordulhat, hogy december elején több tíz diáknak megszűnik a tanulói jogviszonya, és nincsen annyi emberség a hivatalokban, és ugye az ügyben eljáró hatóságokban, hogy nem évközben szüntetik meg ennek a Qualitas gimnáziumnak a jogviszonyát, hanem meghosszabbítanák esetleg ezt, és ennyire nem hajlandóak. A Mi Hazánk mozgalom pedig a napokban mindenképp meg fogja keresni a illetékes hatóságokat, hogy hát ha tudnának haladékot adni, és kérnénk ezt a diákok, az itt tanuló diákok nevében, és a tanárok, szülők nevében is, hogy mielőbb ezt a ideiglenes engedélyt adják már meg a iskolának, a Qualitas gimnáziumnak, és ne évközben kelljen iskolát váltaniuk ilyen tragikus hirtelenséggel, hogy pár nappal ezelőtt szembesültek csak azzal a ténnyel, hogy most december 1-től új iskolát kellene keresniük, hanem igen, és tudjanak leérettségizni, ne szakítsák szét a itt tanuló diákokat, és ezt a ideiglenes engedélyt azért vagy a fél év végéig, de ideálisabb lenne az év végéig megadniuk, és ezt is kérnénk a hatóságoktól, a diákok, tanárok és a szülők nevében. Ugye azt is tudni kell, hogy közel 70 diák érettségizne most ebben a idényben, és most teljesen kilátástalan az ő helyzetük, nem beszélve arról a több tanulóról is, akik ugye sajátos nevelési igényűek, és vagy más betegségben, esetleg autizmusban szenvednek, és itt ebben a közösségben megtalálták azt a nyugalmat, azt a békét, hogy a tanulmányaikat tudják folytatni, és az ő saját tempójukban tudják fejleszteni magukat. Itt sajnos ezzel az elhibázott vélázító döntéssel ez a reményük a jövőre vonatkozólag jelenleg szertefoszlott, mert nem látnak kiutat, és pont ezért is követeljük mi is azt, hogy adják meg ezt a ideiglenes engedélyt. A Qualitas gimnáziumnak már nem volt elég a kilakoltatást elszenvedniük az elmúlt hónapokban, ugye szeptemberben. A költözködést véghez vitték, és most pedig megint be kellene, hogy zárjon a kapuj, ezzel tönkretéve ugye a diákok életét, és a tanároknak is ugye bonyodalmat okozzanak.